valószínűleg mindenki hallott már a David Bowie játékról. 1999-ből, ha jól emlékszem, meg is mutatom, ez lehet, hogy lustának tűnik ez Wikipédia, és a neve az Nomad, The Nomad Soul, ami ugye vándorlélek, ezt jelenti. Az Amerikai Egyesült Államokban a neve egyébként Omikron, az a Nomad Soul volt. Most már a szemfülösek elcsíphetnék, hogy Nomad Soul az 33 a Pitagoraszi numerológiában. Most ezzel már régen foglalkoztunk, de érdekes. Röviden a története ennek a játéknak. Errüljön az ember is. Astarot az egy démon ebben a játékban, aki fogjulejti a játékosok lelkét, és kiszipolyozza annak az energiáját, és ezzel próbálja magát életben tartani, illetve feltámasztani. Aztán és azok a lelkek, elárulja ez a karakter, hogy talán van egy írás, a, ami még a kobalt háború idejéből származik, ahol esetlegesen le van írva valami információ Astarothról, és hogy hogyan lehet őt elpusztítani. Úgyhogy meg kellene találni ezt az írás. Mindjárt meg is mutatom, csak még néhány, én nem akarom, hogy túlságosan ez az egész, de mégis szeretném megmutatni. A Astarot, mindenki láthatja, Astarot ez az öt mózás, egy, négy, de lényegében mindegy is, mert Astarot oly sokszor szerepel, Tizen, 12-szer maga ez a kifejezés az, az írásokban. Arról, óg, Básán királya, hmm. Tehát minek utána megverte vala Szihont, az Amoreusok királyát, aki lakik vala Hesbonban, és Ógot Básán királyát Edreiben, lakik, aki lakik vala Ástarodban. Szóval Óg Básán király Ástarodban lakik. Ez a démon ugye a játékban Ástarod, nem ez az egyetlen, az írásokban szó szerint egy hely, ahol Óg Básán királya lakik, aki a Refaim maradékai közül való. Ez a Refaim, ez egy kanáni óriás termetű Tegu. nép volt. De A lényeg az, hogy létezik okay. egy spirituális oldal, ahol igenis tevékenykednek ezek a lények. És olyannyira, hogy 2020-ban megjelent egy film Astaroth, akkor Művíté, elmondom, démon, hogy aminek egyszerűen a világot a teremtő felosztotta a spirituális oldalon a különböző angyalok vezetése alá, és ők vezetik a területeit a világnak, ezért van az a sok háború, és stb. Aztán nyilván van ott is egy hierarchia, szóval végtelen ilyen angyal, démon, stb. létezik a spirituális oldalon, és Astaroth az egyik Ilyen magas rangú, legalábbis a hiedelmek az. szerint. Mutassak, -mi... Hogy mutassak, hogy végül is az, hogy egy digitális világba szeretnének bekerülni az emberek ugye ebbe a nomád szó, nomád szó játékban, vagy omikronban. Talán ez a jövő, és most a Bohóc elmondja az igazságot, mert így soha nem. Így, így, így nevetségesnek tűnik. De Kövér László arról beszélt a parlamentben, hogy az agyműködésünket valakik neuro, te, neurotechnológiai eszközökkel koponyán belülről fogják irányítani. Már ez néha arról számol be, hogy már 2022-ben emberek agyába is beültette az első csipeket Elon Musk startupja. Erről beszélt a Nasdaq.com, hogy a Neuralink 2020-ra készen áll az emberi implantátumokra, ugye, a, hogy hogyan alakul majd a a árfolyama ennek a cégnek ez a, ez a kérdés. És azt mondta Elon Musk, hogy ezek sokkal magasabb ö, standardre vannak beállítva, ezek a, az eszközök, mint amit az FDA, az Amerikai kötazi megfelelő az ö... chipet elfogadja, akkor utána képes lesz élni ebben a fiktív ö, világban. És hogyha ez a kép ez nem elég ijesztő, akkor ö, nem tudom, hogy mi lesz az, de arról beszél, hogy a jövőjét a Facebooknak a metaverzumban képzeli el, és ennek megfelelően újra brandelt a cégét, ugye ezért lett és Meta. Én azt javaslom um. mindenkinek, hogy gondolkozzon el ezeken még akkor is, hogyha esetleg gyors volt, vagy gyorsnak tűnt, de meg kell értenünk azt, hogy ez nem egy fizikális harc, és is izgulni azon, hogy, hogy éhen halok meg ezek a dolgok nem azt mondom, hogy ennek nincs jelentőség, vagy ez nem nem töltheti ilyen félelem az embert, mert nincs abban semmi baj, hogy az ember aggódik ezek miatt, hisz ki az, aki nem aggódik, de sokkal fontosabb lenne megérteni azt, hogy az ember több, mint egy ami test, ható, meg egy agy, ha... valaki azon, hogy hogy vajon ki is ez az astarot, meg honnan az internetet uralja, akkor elmondja azt az efézusi e levélben, hogy megelevenített, akik holtatok, voltatok, a ti védkékre és bűneitek miatt, mikor jártatok-e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasságnak a fejedelme szerint, ama a lélek szerint, mely most uralkodik az engedetlenség fiaiban. A levegőben, és ebben, a, a, amit mi úgy ismerünk, hogy éter, a levegő, az ég, ez a spirituális dimenzió, ahol élnek ezek a a különböző lények, amik az embereket manipulálják, meg tönkreteszik, meg kiszívják az er er erejét, meg aztán megszerzik ezt az életerőt, ami az ember. De ezt is mondta a játékban, hogy Astaroth azt akarja, hogy megszerezze az embert, aztán kiszívja az életerőjüket, és abból táplálkozik, és ha megfelelő mennyiségűt el megszerzett, akkor ki tud szabadulni. Ez a különös dolog 2021. december 10-én. Remélem hasznosnak találtátok mindenkinek a legjobbakat. És Valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása megtalál minket ezeken az elérhetőségeken, és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosnak találja a munkánkat hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tudjukni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat.